ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na, a legfontosabb információ Budapest kapcsán. Mindent elhomályos. Egy mindenek felett. Nem, nincs más. Semmit emellé nem tudok betenni, mint hogy eltűnnek a kockai karuszok, az utolsó útjukrat megünneplik. Pénteken lehet elmenni az Ikarusz 260-as és 280-as klasszikus buszok, amelyekkel én is gyerekkorom óta a legtöbbet utaztam, utolsó kilométereiket teszik meg a menetrend szerinti forgalomban a hét folyamán. Hát ahol még ezek járnak eddig, ott most is fognak közlekedni, mert ezt például nem is tudtam, hogy a 260-as, tehát a szóló kockaikarusz, az a 98-as, meg a 182, meg még néhány vonalon jár, és az Ikarusz 435-ös és az utolsó köreit futja, viszont ezeket majd beállítják. Melyik volt a legnagyobb klasszikusa ezek közül, a járatok közül? Hát figyelj, szerintem ez a 262-80-as széria. Tehát ez... De hogy már, mint hogy budapesti járatot mondok, hogy számot mondok. Hát szerintem a piros hetesen. A hetes. És a hetesen be fog állni, van ebből egy olyan példány, ami még a régi, volt egy időszak, amikor egy pirosra volt festve az eleje, kék, azt is beállítják pénteken, tehát pénteken lehet menni. És a hetes vonalon lehet hetes E-n, nem tudom, miért nem küldik végig az egész hetesen legalább Budára, ahogy régen is volt a piros hetes, de most csak a hetes E-n írják, ugye a hetes az most egy megfelezett, hát, csak Újpalota és a Blaha között jár a hetes E. Mert ugye az hogy is, az a Móriczról ment, nem? Nem, még Dél-Budáról. Még, de várjátok, Kosztolányi... A Kelenföldi pályaudvarról. A piros hetes a pályaudvarról indult, a Kelenföldi pályaudvarról. És utána úgy volt, hogy Kosztolányi és Móricz? Vagy valamelyik végigment. Ugye Kosztolányi, Móricz, és utána pedig megállt még egy helyen Budán, szerintem, és utána már csak a Felszabon állt meg. Megállt ugye a központban, megállt... Kelenföld központban, utána Kosztolányi, Móricz, kórháznál, Szent Imre kórháznál. A Móricztól a Felszabtérig már nem állt meg, a gyors, tehát a piros. A piros nem állt meg, így van. A másik, a fekete, az megállt két helyen is, mi a Gellért. És mai napig emlékszem, tehát ezek iszonyat gyorsan mentek. Tehát igen, a legvadabb sofőrök ezen meg a leg... Ez tényleg gyorsan mentek. Tehát a Felszabtértől a Blaháig sem állt meg. Úgy rongyolt át az Asztórián 90-nel, hogy közben pattogott a villamosin, és mint az őrült a belső sávba tolták. Az egész sávot az Asztórián, mert föl volt gyűrődve. Ugye a burkolat. És figyelj, azzal el tudtam menni egészen a Császár utcáig. Császár András utcáig. Mert ott volt az egyetem, onnan be kellett gyalogolni az ajtósinak, és egészen el tudtam menni a Móriczról. De ott már csak a feketével, mert a piros a nem állt meg a császárnál. Így van, le kellett szállni a keletinél, átszállni a feketére. Na, a pirost viszont le kellett ölni. Tehát vége lett, mint Dezsőnek a tanúban. Tehát Dezsőnek meg kellett halni. A piros hetesnek is meg kellett halni. Mert... Amikor a metró elkészült. Annyira ciki lett volna, hogy a gyorsabb volt a busz, tehát akkor már 7N éven a busz gyorsabb lett volna, mint a metró. Amúgy is baromi ciki volt, és sokkal kevesebben utaztak a metró, mint amit terveztek vele, a 4-es metrón, úgyhogy ki kellett nyírni mellőle a buszt, és akkor ez lett a vége. Akkor mondom a másik ikonikus járatot, a 7-es volt az egyik, a másik pedig a 3-as, ami kiment Budatétényre. Igen. Az volt a másik ikonikus járat. Igen, annak is volt piros verzió. Az például, ugye nagyon sok egyetemista járt oda a kollégium miatt, és azon a vonalon, és nagyon sok szakmunkás és szakmunkás képzős járt, ezért aztán a hármas járatnak volt egy klasszikus hármas köre, ami egy kocsmakör volt. Minden megállóba volt egy kocsma. És hogyha az ember ott minden megállóba leállt és ivott egy szörpöt minden kocsmában, akkor kérdés, hogy végig tudta-e csinálni a hármas kört. Oda-vissza. Az egy bonyolult sztori. Te az egyes buszra emlékszel meg? Várjál, az is nagyon rémlik nekem. És volt piros egyes. Az hol volt az egyes? Kelenföld. Ja, igen. Viszont az követte a villamossint és a met, és a kisföld alatt is. Tehát párhuzamosan volt, hogy ezek elég hamar kigyomlálták. Ez nem kiesett nekem egyébként, éve, de elment a hősök teréig is. Ennek is volt. És ugye itt a 80-as évek második felében mindennek volt még piros verziója. Még az ötösnek is, ami igazából, tehát pasarérte, hogy azért, hogy kihagyjon néhány megállót,
Sose felejtem, mert piros ötös például teljesen értelmetlen volt, de ott is azért, hogy a sofőrök tudjanak száguldozni és kihagyni néhány megállót, elképesztő. Na mindegy, ennyit a kockaikoruszokról, a lényeg. Tehát de most az hány megállóval volt kevesebb? Nem hát sokkal. Szerintem talán három megállót, vagy ott ki, vagy négyet, vagy nem tudom, tehát sok értelme nem volt, de a csúcsidőben mindenhez ragasztottak volna egy ilyen gyorsított verziót. A lényeg az, szóval lehet most ezek, még menni egyet a hétvégén. És pénteken beáll a hetes vonalára is, és akkor utoljára közlekednek elvileg. Még úgy tűnik, hogy még a csuklós, tehát a 280-as az még benne maradt pár hétig menetrendben valahol még ilyen külsőbb területeken, de hivatalosan a kockaikoruszok most pénteken búcsúznak a menetrend szerinti forgalomtól. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy Dell MS3320W vezeték nélküli egeret a Groupama Arénában november végén megrendezendő Dell Technologies fórumot szervező Dell Technologies Magyarország Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő. Mikor jelent meg a Dell első laptopja? A. 1989-ben, B. 1991-ben, vagy C. 1992-ben. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Hamarosan jövünk vissza KKV hírekkel, illetve majd e-commerce rovatunkban arról beszélgetünk, hogy milyen elektronikus fizetési megoldásokat használunk. Készült egy reprezentatív közvéleménykutatás, az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége készítette ezt, és hát ők vizsgálták azt meg, hogy egyáltalán mi az, amit mi magyarok szeretünk használni, milyen szituációkban és hogyan, úgyhogy erről beszélgetünk majd KKV híreink után. Most pedig jönnek a hírek Czoller Andival, utána jövünk vissza, lehet nekünk írni 0630 20 10 909. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.